valahol a Vén-Dunánál csókkal vár egy lány. Fejsze József a színpadon, aki már évtizedek óta előadó. Mellette iskolaőrként dolgozik, de hétvégente és szabad idejében fellépéseket vállal. Mulatós zenét játszunk, ez manapság elég divatos, de én már ezt 35 éve ezelőtt kezdtem. Azóta folyamatosan minden hétvégén járok fellépni. Van olyan, hogy egy nap háromszor is nyári időszakban, amikor vannak a falunapok és egyéb, de játszunk lakodalmakat is, bulikat, tehát bármi, ami zenés, táncos rendezvény. Éppen egy ilyen buliról jött szeptember 15-én hajnalban, amikor Hetvehely és Bükköst között egy út mellett álló autót látott meg. Egy hölgy kiállt az útszélére, láttam ott áll egy autó, de közben már jött ki a hölgy, integetett. Azt hittem, hogy baleset, vagy vadat ütöttek el, ilyesmi. Megálltam, illetve félreálltunk az autóval, és akkor mondták, hogy meghalt a hölgy az autóba. És akkor gyorsan kiszálltam, oda mentem, megnéztem, ilyen félfekvésbe volt az ülés, el volt kicsit fektetve, megnéztem, hogy van-e pulzus, légzés, láttam, hogy van, és akkor mondtam, hogy szedjük ki az autóból. József nem habozott, az ott lévők segítségével kiemelte az autóból az öntudatlan nőt. Félrevittük, akkor ilyen stabil oldalfekvésbe raktam a hölgyet, mivel volt pulzusa, ugye így akkor már ez a következő dolog. A légutait megnéztem, hogy tiszták-e, a nyelvét kicsit előre húztam, és ebbe a pozícióba próbáltam ébresztgetni, vagy élezgetni, és akkor magához tért. Közben szólt a barátnőjének, hogy hívja a mentőket. Bár a nő visszanyerte eszméletét röviddel, ezután epilepsziás rohamot kapott. Ezt az iskolaőr úgy szintén helyesen kezelte, megakadályozva ezzel a további sérüléseket. Időközben a mentők is a helyszínre érkeztek, átvették a beteg ellátását, majd kórházba szállították. Az iskolaőr később tudta meg, mi történt a nővel. Ebből lett egy cikk, és akkor azt ő elolvasta, és akkor rám írt cseten, és ott megköszönte egy hét múlva. Persze mindennek az lett a következménye részemről, hogy 2 hétig nem tudtam dolgozni önni, mert aznap szakadt az eső, ahogy lefért az égből, 5 fok volt, fújt a szél, és egy szálinkbe csináltam mindezt, úgyhogy kaptam egy jó kis tüdőgyulladást. De nem csak tüdőgyulladást kapott az életmentés után, hanem egy elismerő oklevelet is. Ezt az országos rendőrfőkapitányság adományozta az iskolaőrnek, aki munkája mellett tovább folytatja azóta zenei pályáját is. Ez a fáj, nincs én.